Teltház van a Nyírbátori Ebrendészeti telepen. A leginkább a város peremterületeiről befogott ebeket 14 napig tartják karanténban. Az ebrendészeti telep 16 éve működik Nyírbátorban. Mi 2016. március 1 ével vettük át az ebrendészeti telep működtetését, mint Nyírbátori Állatmentő Alapítvány. Nyírbátor közterületén a kúborebeknek a befogásával foglalkozunk. Bejelentésre szoktunk általában kimenni, de volt már rá példa, hogy ide kikötötték az ebeket a telepelé. A telepen jelenleg 36 kenel van, amiben 40 kutyát gondozunk. Ezek mind Nyírbátor perem területeiről, tehát a problémás területekről kerültek be. Ezek a kutyák oltottak, csippeltek, zöme ivartalanított, kölyök kutyák találhatók a telepen. Én hallottam egy ilyen svájci programról is, erről beszéljünk még egy picit. 2016 májusában véletlenül bekerült telepünkre egy Doberman kölyök kutya, akinek a gazdásításában segített a Doberman Rescue Budapesti Állatmentő Alapítvány Egyesület. A lővizoli segítségével vettük fel a kapcsolatot a Mészáros Gabriellával, ő segített nekünk a zivartalanítási programban, illetve a terepnek a, a fejlesztésében. Nagyon sok segítséget kaptunk a Nyírbátor város önkormányzatától. Ugye itt hat darab kenel volt előzőleg, ami hát, elég aty állapotban volt, plusz kaptunk még húsz kenelt. Jelenleg is munkálatok folynak a háttérben. Mi történik oda? Az épületet újítják, ott lesz egy rendelő, egy betegállátó, tehát ahova sérült kutyákat vagy ivartanyatott kutyákat fogunk tudni elhelyezni műtét után, illetve lesz egy helyiség kialakítva. Amikor egy kutya bekerül ide a menhelyre, akkor gondolom tisztán tartjátok, kenelbe zárjátok, de azért bizonyára szüksége van állatorvosi ellátása. Ilyenkor mi történik? Mikor egy kutya bekerül a telepre, ugye 14 nap a megfigyelés. Ez alatt a 14 nap alatt a kutya, kutya le van féreghajtva, oltást ugye nem kaphat, mert 14 napig az önkormányzat tulajdon a kutya. A 15. napon megkapja a kutya a veszettség elleni védőoltását, mikrochippel ellátják a kutyus, akkor átkerül az alapítvány gondozásába. Ebben az évben mi várható, mi milyen ö, új programok esetleg, vagy mi az, amivel készültek nyilván a felújításon kívül? Ebben az évben ismét útjára indul maga az ivartalanítási program. Áprilisban szeretnénk elkezdeni. Nyírbátor kapott 250 darab kutya ivartalanítására támogatást. Tehát hozzá szeretném tenni a tévhitek eloszlatására, hogy Nyírbátori Állatmentő Alapítványunk pénzt nem kap Ettől a svájci szervezettől. Ez a szervezet e, igazándiból közvetlenül az állatorvosnak e, fizeti ki a költségeket. E, mint említettem, 250 kutya ivartalanításában fogunk ismét ebben az évben segíteni. E, oltási programot szeretnénk szervezni. A tavaly ivartalanított kutyák e, ismételt veszettségoltását szeretnénk e, megismételni.